Mint ahogy azt látjuk, magunk körül a világ változik, sajnos nem előnyére, és napról napra valahogy mélyebbre süllyedünk, morálisan, erkölcsileg, etikailag is mindenhogy, ahogy csak lehet, de mára sajnos ott tartunk már, hogy az elfogadott eddigi értékeket, azokat egész egyszerűen avitnak gondolják nagyon sokan a jelenlegi világtársadalmában, a devianciákat pedig megpróbálják felkarolni és olyannak beállítani, miszerint azok követendő és elfogadandó értékek. Hogy csak egy pár példát mondjak, hogy mire is gondolok. Múlt héten tartott sajtótájékoztatóban elmondtam, hogy a pedofília sajnos most már napi szintű probléma országunkban is, hiszen napról napra látnak napvilágot olyan esetek, amikor kiskorúak kárára követnek el szexuális bűncselekményeket és szexuális zaklatást. Én most összeolóztam egy párat, ezeket mondanám el önöknek, hogy gyakorlatilag mi is vezethet oda, hogy valakiknél egy ilyen pedofil cselekedetben teljesedjen ki az a propaganda gépezet, amit egyébként a világból mindenhonnan lehet kapni. Hiszen Budaörsön az I.S. Gyula gimnáziumban ott egy kötelező jellegű érzékenyítő órát tartottak, ami minden diáknak kötelezően jelen kellett lenni. Ezen az órán egy transvestita, vélhetőleg egy nőnek öltözött férfi is jelen volt, aki megpróbálta befolyásolni ezáltal a fiatalok szexuális életét. Majd újabb hírt kaphattunk, amikor Budapesten a Dózsa György vagy az Eötvös József gimnáziumban is LMBTQ propagandát népszerűsítettek ezekbe az oktatási intézményekbe, ami azt gondolom, hogy rendkívül káros, hiszen ezeknek a fiataloknak az identitása még kialakulóban van, és ezek olyan nyomokat hagynak bennük, amik semmiképpen nem jó felé terelik őket. Egészen egyszerűen elképesztő, hogy azok után, hogy a gyermekvédelmi törvény el lett fogadva, még sincs betartatva, hiszen nincs ennek is semmilyen hatása a hétköznapokban. Napról napra látnak, ahogy említettem is, napvilágot ilyen esetek. És hát nagyon sokan ugye a floridai gyermektörvényt, ami nagy port kavart és július 1-től fog életbe lépni, úgy tekintik, mintha a magyar gyermekvédelmi törvény lenne az alapja. Nagyon sokban hasonlít is. A különbség talán csak az, hogy miután Floridában a Disney elkezdte kritizálni ezt a gyermekvédelmi törvényt, Florida kormányzója egyből szankciókkal sújtotta, elvette az adómentességét, és bizonyos ellenőrzések alá is vetette, ami alól eddig mentesült ez a magánvállalkozás. Én azt gondolom, hogy hazánkban is ezt kell, nem a gyors hajtókkal, akik 5 km/h lépik túl a megengedett sebességhatárt, kell zéró toleranciát hirdetni, hanem bizony azokkal, akik ezt az LMBTQ őrületet és lobbit próbálják rákényszeríteni a többségi társadalomra, hiszen láthatjuk, hogy Magyarország nagy része még mindig konzervatív értékeket vall, és nekünk semmi szükségünk nincs ilyen érzékenyítésre, semmi szükségünk nincs arra, hogy a devianciát a hétköznapjainkba behozzák, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy felszámoljuk ezt a folyamatot. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова